köszönöm, hogy eljöttek újból, és megint nagyon sokan vannak. Talán emlékeznek még rá, a múltkori beszélgetésünket nem tudtam befejezni, így aztán nagyon sok minden átsugárzik majd erre a estére, abból, amit múltkor nem sikerült elmondani. De azért rengeteg új dolgot fogunk hallani, és megyünk előre időben is, és térben is kiterjedtebben vizsgálgatunk a művészettörténetben. És mindjárt az első mondattal, a címmel kezdeném, valami baj van a művészettel, hogy most meg kell oldani a nyelvét, eddig nem beszélt. És a választ magunkban már meg is adtuk, nem beszélt. Hogy a művészet másról beszélt, mint amiről mi megszoktuk, vagy elvártuk volna a művészettől, hogy szóljon. Miről beszélt a művészet? Alapvetően világnézeti dolgokról, az élet legmagasabb rendű értelméről, a művészet innen számítat, visszaszámítat, 500 éve a klasszikus antikvitás bukása és eltűnése és felmorzsolódása történetet. Erről szól mindenképpen. Mi is beszéltünk róla, hogy lám milyen furcsa fordulatokon keresztül tűnik el, vagy alakul át az antikvitás sokféle leleménye, technikai leleménye, emberi, pszichológiai felismerése az új művészetekben, de hogyan tűnik el például az érzékiség, az antikvitás egyértelműen híres, és meg is különböztethető minden másfajta reprezentációtól azáltal, hogy tele van érzékiséggel. Az antik világban jól lehet, mi egymás között azt mondjuk, hogy az istenek világáról szól a művészet, de az antik világában az istenek világa az emberek világa. Egy különös membránt el tudunk képzelni, aminek egyik oldaláról az emberek világa vetítődik a felületre, a másik oldalon pedig ugyancsak az emberek jóvoltából, de az istenekről alkotott kép. És minden ember Isten, és minden Isten tulajdonképpen ember. És a homéroszi mondakör főszereplői, a helénék, és a menelaoszok, és az achilleuszok, és a patroklószok, és a többiek, ezek mind emberek, akiknek emberi dicsőségeik és emberi vétségeik vannak, hol emberként, hol istenként. És amit ábrázolnak, igen, lehet a kníroszi Afrodité, ha akarom, de akarom, akkor egy gyönyörű nő a falu végéről, a képen a korsóját viszi, és fantasztikus szépségű az istennő, és fantasztikus szépségű a földi ember lánya, aki éppen vízzel megy a kúthoz. Ez az érzékiség, amit most én próbáltam sejtetni, ez természetesen eltűnik a korai kereszténység korszakában, és ennek döntő oka az, hogy a keresztény nyelvezet keresi önmagát. Létre kell hozni, meg kell teremteni egy nyelvet, amivel a keresztény ember világnak szóló üzeneteit át lehet adni, vagy egymásnak szóló példázatait át lehet adni. Ezt a nyelvet nem lehet az antikvitás érzéki, szenzuális értelemben, talán azt is mondhatnám, hogy olykor erotikus formájában közvetíteni. Az áldozatról, az önfeláldozásról, Krisztus sorsáról nem lehet az antikvitás nyelvén beszélni, és láttunk egy-két szarkofágot azért, amelyben a keresztény történetek, ugye a Julius Bassus szarkofágját idéztem, a keresztény történetek egyértelműen az antikvitás példázataiból származnak. De ezek szépen lassan eltűnnek, és a 10. századra úgy szól, ami teljesen jelképes, elvont jelrendszerben formálódik meg mindaz, amit az ember önmagából kíván nyelvként közvetíteni. Ez a nyelv egy burkolt nyelv, egy különös rejtjelezett nyelv, üzeneteiben, a felszínen a biblikus történetek vannak, a biblikus példázatok, és talán említettem, talán emlékeznek is rá, hogy ennek alapja az a felismerés, amit valahol a 7. század végén Nagy Szent Gergely pápa fogalmazott egy enciklikába, hogy tudni felismerte, hogy az írás ismerete, az írás tudás, az nem egy össznemzeti vagy össznépi adomány és képesség, ergo kell egy formát találni, ami megkerüli az írásos közvetítést, képpel kívántatik közvetíteni mindaz, amit tudni kell. A képek jelentősége nagyon-nagyon megnő a 7. századtól, és a képek tartalma, az idézetek, a történetek, amelyeket elbeszélnek a képek
ezek mindig kötődnek a Bibliához. Valahol ott a 12. században a gótikus építészetnél hagyjuk abba a fejtegetéseinket, és most ugyanebbe az időségbe lépünk, ugyanabba a földrajzi dimenzióba, vagyis hát az európai kútfenekéből nézzük most is a történéseket, és idegen hagy bennünket, hogy a világ globális históriája más-más helyszíneken mi mindent hozott létre, csodálatos, izgalmas dolgokat, de a középkori embernek nincsen módja önmaga érdekkörének határán kívül körülnézni. Nincs mobilitás, ugye rettentően statikus, stabil életformákkal találkozunk ebben a korszakban. És hát akkor, ha elkezdjük a meséinket, akkor a kapcsolatot a múlt és a jelen között, felidézett jelen között, vagyis a 13. század között, feltétlenül az a kis angyalka jelenti, akivel kapcsolatban én így említettem még a mechanika főtörvényét is, azt hiszem, de teljesen világos a bizonyítás itt áll előttünk, a bizánci ruhába öltözött fiatalember, landolt, földre száll, lábújjaival érinti a föld területét, ám de a tunikáját a levegő égnek a tömege megemeli, az erő ellenerő érvényesül, vagyis a valóság megfigyelése és az angyallal kapcsolatos odaadó és lelkes miszticizmus összekeveredik. Vagyis nem bolondok ezek az emberek, és ez az emberi okosság, az emberi körültekintés és a dolgok számba vétele az folyamatosan működni látszik. Itt látunk egy szarkofágot, ami a keresztény harmadik századból van, Itáliából való dolog ez, nyilvánvalóan valamilyen antik szarkofágnak a kőanyaga alakul át, úgy is búcsúztunk egymástól, hogy a pécsi egykori ispánkori katedrális kőbejáratának a hátsó paragványait néztük meg, a követet hátulról, és akkor ott látjuk az egykori római népesség szarkofágjainak a feliratai, előről pedig egy bérletes románkori kapubejárat. Hát itt is egy antik szarkofág, amely teljességgel jól ismert vad és nyers antik jelenetet ábrázol a sarkokon, az oroszlán megveszi az antilopot, ez Rómában is exotikusnak számít. Az antilop az nem a Lácium házi állata, hanem ez valahol távolabbról való, de hát a rómaiak azért ismerősek Eritreában és ismerősek Szomáliában is, és ismerik Alexandriát is Egyiptom. Tehát sokféle tapasztalatuk van, ami pragmatikus, tárgyilagos tapasztalat, meghúznak ezek a tapasztalatok szépen egy szarkofágra, de ott, ahol a szarkofág közepén, jól ismerik a pécsiek a korsó sírkamrát, nyilvánvalóan keresztény áldozatokról van szó, az áldozat boráról van szó, esetleg vagy az életet adó vízről van szó, a hullám természetű faragványok talán erre utalnak, hogy közvetetten ezt érzékeltetik velünk, de hát ez keresztény szarkofág. A keresztény szarkofágban megváltozik az olvasata a sarokdíszítésnek, és az olvasata itt most a jónak és a rossznak, az összekapcsolódása lesz. A védekezésnek és az elmúlásnak, a végtelenségnek és a támadásnak. Furcsa, de a keresztény ember számára tartalommal feltölthető ellentétek, amiket látunk. Vagy itt van a Szent Péter bazilikában, a mostaniban és az újban, bárki láthatja, Szent Péter szobra, ez a bizonyos Arnolfo di Gambio, 1300 körül, vagyis pont akkor csinálta, amikor itt Pécsen az a jámbor bencés kőfaragó, vagy paraszt éppen, akit vármunkára rendeltek be, megfaragta azt az előbb látott kis angyalkát. Ezt a szobrot, avval összehasonlítva, noha a kettőjük közötti távolság 50-60 év lehet, legfőjebb, de nem lehet összehasonlítani. Itt a keresztény örökség, de nem csak a keresztény örökség, hát ha onnan az idős göndörszakálú úrnak a fejéről lepöcköljük azt a bizonyos kerek tárcsát, akkor ez szólítható Arisztotelésznek is, vagy Plátonnak is szólítható. Él az antik örökség. Itáliában megmaradt az antik örökség.
És ne tekintsünk el attól a sajátságos szokástól, hogy a praszikai hüveket tapogatni kell. Én itt most szívesen elmondanék egy anekdotát, lehet, hogy el is fogom mondani, de előtte mindenképpen jeleznem kell, hogyha majd elmennek a Szent Péter bazilikába, voltak ott és emlékeznek, akkor tudják, hogy bizony ennek a Szent Péternek hiányzik a lábfeje. És ez nem azért van, mert egy ortopédiailag nem teljes értékű figura volt a modellje, hanem azért van, mert mindenki érintés közelbe kíván kerülni Szent Péterrel, és egy szobrot simítani kell. És egy szoborhoz hozzá kell érni, és ha erre az érintkezésre van ezer esztendő, akkor ennek a következménye feltétlenül az, hogy széthordjuk a lábát Szent Péternek, és marad egy kis gumó, amit a kínai arisztokraták, ugye a kis leánykák lábaiban olyan nagy élvezettel morzsolgattak, ugye torzított lábok is. Kínai lányokat. De az anekdotát mindenképpen el kell mondanom, mert a modern művészettel kapcsol össze bennünket, és ezen ponton vagyunk mi érintkezésben. Jó lehet, a középkorról beszélünk, de tudjuk azt, hogy nagyon sok tanulsága van ezeknek a históriáknak az újkor, illetőleg a modern művészetet fürkésző ember számára. Van egy város Szicíliában, Szirakúzában, ahol a múzeumban van egy Afrodité szobor. Az úgynevezett szirakúzai Afrodité, ez egy bizonyos római dőtípus, a legcsodálatosabbak közé tartozik, ahol mindenfajta anatómiai finomsága a legteljesen élvezhetőségében feltárható, és fel is tárul, mert nem takarja el semmi. A szirakúzai múzeumban 1900 körül, 1890 valahány végén megjelenik egy kortársony zakós, nagyszakálú bácsi, gyűrött és zsíros pecsétes kabátja van, hümmög, cuppog, járja körül a szirakúzai Afroditét, majd pedig körülnéz, és akkor látja, hogy nincsen teremőr és nem figyel oda, akkor megsimítja valamelyik testrészét ennek az Afroditét. Nyilván kiúrik a teremőr és szól rá, hogy uram, nem szabad a szobrokat megfogni, minden múzeum ki van írva több nyelven, hogy nem érinteni a műalkotásokat. Tudomásul veszi az idős ember, mindent megél, illentudóan távozik, de következő megint ott van, és hűvög, és szuppog, és körüljárt, és tapogat, és hát ugye ez kázus, ügyet kell ebből csinálni, mennek panaszkodni a teremőrök, a múzeumok, hogy az öreget nem lehet zavarázni. Ez csak tapogat. Jön a múzeum, hogy hívja a rendőrt is, bekövetkezik az esemény, az öreg simítgatja a Vénuszombját a személynek, és akkor előugranak a paraván mögül a rendőr, a múzeumigazgató, teremőr, tanulnak, stb. Kikérdezik, jegyzőkönyv, és hát nem csigázom a kíváncsiságunkat, kérdezik ugye a nevét az öreg, és mondja, hogy hát August Rodin volt. A szobrok azért születtek, hogy érintsük őket, és a szobor értelme érintés nélkül az esetek többségében megsérül. Tehát a szenzuális része a művészetnek nagyon-nagyon fontos, és ahogy a látásban ez kevésbé konkrétan valósul meg, a szobrászatban feltétlenül megvalósul. Itt szenzuális érzéki értelemben tökéletesen előjön, jól lehet a korai kereszténység éveitén tökéletesen előjön az antikitásnak ez az érzékisége, és sorban ilyesmivel fogunk találkozni, micsoda érdekes csodája ez a sorsnak, és itt most a pizai szobrászokról beszélnék egy kicsitét, a Mikróról és a Giovanniról, család, apa és fia, hogy ezek a bácsik a Szijénai Dómban 1302-ben még néven is nevezik az illetőket. A sötét kereszténység, Aquinoi Tamás még messze van, még a skolasztika tudománya, még a domonkosok, filozófusai nincsenek, de ők már tudják, hogy előttünk itt a klasszikus római sokistenítő antikvitás volt, és amit csináltak, és amit emberként megfogalmaztak, az nem tegezhető le, azt szabad magunkhoz engedni. És amikor ez a szobor elkészül, akkor ott van ez a munka, a bibliai vének, a
a délöreg proféták, bibliai királyok között, csak úgy hívják, hogy Pláton. Aztán itt van egy figura, amit úgy hívnak, hogy Herakles. Az antikvitás egyik legnagyobb hőse, egy ilyen Rambo vagy Rambo, aki nagy hős lett a pajzba, minden rendbe ad, minden hibát kiavít, óriási erejű és tetrekész fiatalember, Herakles rendet csinál a világban, jól jön ez a kereszténységnek. Nem olyan nagy baj, hogyha fel tudunk idézni az emberiség mély történetéből, esetünkben nem a zsidó mély történelemből, hanem a pogány római mély történelemből egy figurát, aki nagyon jól megfelel a kereszténység szellemének. És ott vannak 1302-ben a Szijjénai dómban, és ott van Pizában, ahonnan való a Pizán család, tehát a nevükben benne van, ott van egy szószék, aminek az egyik oldalán egy márvány dombormű áll, mindenki tudja a jelenetet, a kereszténység történetei mélyen belékivódtak, kapásban tudjuk, hogy mit ábrázol a dolog, de nem ez az értelme. A jelentése az, hogy a királyok jönnek, a varázslók jönnek, és köszöntik az újonnan született kisdedet, a világ megváltóját, de egy tökéletesen emberi helyzet, egy jól ismert szalon jelenet, jönnek köszönteni az újszülöttet, mindenki számára ismer, érzéki, valamennyünk által átélhető helyzet, ami történik. De érdemes figyelni a Mária arcán és a fejére, mellesre, hát itt van egy pár figura, akinek az arcára érdemes azért figyelni, mert a klasszikus antikvitással való kapcsolata teljesen nyilvánvaló. És ha én már megszólítottam a Knidoszi Afroditét, akkor idézzük be az ő arcát, a fejét, időszámításunk előtt 3. század, klasszikus görög szobrászat, és az időszámításunk utáni, ugye az 1300-as évek, és az arcok, a fejek, a szárny megmunkálás, az egész anatómiai berendezkedés tökéletesen az antik mintát követi. Miért? Mert Itáliában, múltkor elsütöttem ezt a formulát, Itáliában egy ásónyomra leás az ember a földre, és már is kifordul onnan valami antik töredék. És ezek a töredékek oly nagy számban vannak, és oly erőteljes vizuális hatásokat keltenek, hogy meg nem lehet kerülni őket. És hát itt vannak ezek a bizonyos szószékek, a kizálló szószékek, bizony tele vannak antik figurákkal, és nagyon közel vannak az antik figurák, mert előjöttek a földből. És némely elvetemült szőlőtermesztők bizony ilyenekben eljesszik a vörös szőlőt, és tapossák a vörös szőlőt. Ez egy kár történetesen, de hát a második századi Rómából való, ahol hát szakrális motivum azért nem sok van. De ott van egymás mellett a szakrális feladat, meg a mindennapi életnek az antikvitásban lógó sokféle kis rojtja és fodra. És hát akkor menjünk vissza a szószékhez, mert hát ugye a fiatalabb Pizánó, a Giovanni Pizánó, a pisztolyai szószéken elsüt néhány olyan dolgot, ami nem volt benne az antik történet, a bibliai história, betlemi gyerekgyilkosság, ha tetszik, az első egyik nagy európai horror történet eleme, ez a gyilkosság, és hitelesen kellene ábrázolni, és amit múltkor említettem, a képesség erre nincsen. Érdemes figyelni, talán még onnan messziről is lehet látni a kifejezéseket, hogy mennyi kínlódás van arra vonatkozóan, hogy egy igazi és hiteles emóciót lehessen kiültetni az arcra. Vacakolnak, és nem tudjuk egészen biztosan, hogy honnan származik ez a mosoly, mikor a katona éppen most köpi a kisgyermekébe a lányzsáját. Mert nem tud fájdalmat ábrázolni, ehhez nagyon sokat kellene tudni az emberről. Kéne figyelni az ő arcát, de nem az ő arcát figyeljük, hanem valamilyen elvont, különös antropológiai minőséget kutatunk mi, ami legtöbbször nagyon semleges. Tehát Isten ábrázolása a lehető legtöbbször semleges. Nem igen ülnek a keresztény történetek szereplőinek arcára,
érzelmek ebben az időben. Csak a közönséges embernek vannak érzelmei, de ezeket viszont meg kéne ragadni, és nem tudják. És a mai beszélgetésünk jó része végül is arról fog szólni, hogy hogyan jutunk el odáig, hogy az embernek azt a mindennapi minőségét, amit viselkedésnek és kifejezéseknek nevezünk, meg tudjuk ragadni. Vagy megint egy példa csak a jelenlévő antikvitásra. A 13. század művészetének, vagyis hát a mi újraéledésünknek, a sötét és súlyos középkori kereszténység után felébredő Európának egyik központja lesz majd Pádova. Pádovában a valamikori arénából, pogány cirkuszból építenek egy kápolnát, Enrico Scrovelli, egy bankár, egy nagy kereskedő, elég pénze van, megvásárolja ezt az antik arénát, és egy templomot állít, ezért is hívják aréna kápolnának, vagy Scrovelli kápolnának, és itt megbízza a Giovanni Pisanót, ezt a pizai mestert, hogy jöjjön ugyan és csinálja meg a nagyon üdvözletet, és Máriát a gyerekkel, vannak ilyen gyertyatalkok, amiket ugyancsak csinálta a Pisano, és itt is csak a Mária arcára hívnám fel a figyelmüket, hogy milyen mértékben idézi fel a szabályos antik szobrászörökségnek a jegyében az ő arcélét, ezt a meredek, híresen egyenes orrát. Tehát ez az antikvitás, ami nagyon sokféle figurában él itt egymás mellett, akár az Ádám Évát is idézhetnénk. Ugye ebben nincsen semmi olyan típusú szemérmesség, amit a kereszténység egyébként Európában, még a 15. században is elárul magáról. A német késő gótika művészete rettentően szemérmes, és nem igen találunk olyan típusú mesztelen emberábrázolást, mint amilyen ilyen itt is van. Csak itt is egy utolsó ítélet részlet, amiben persze nagyon jól kiderítjük, hogy itt nem az antikvitásról van szó, itt egy csomó bunfordi figura van, csak a mesztelenség, a jó anyagok, a kiváló szobrásztechnika néha felületesen azt a benyomást adják, hogy mintha itt nagyon közel van az antikvitás. És ha a festészetre figyelünk, vagy arra a helyre, ami a festészet helyén van, akkor napnál világosabban érzékeljük, hogy nincsen itten még egy új reneszánsz ideje, itt az antikvitás néhány apró kis emlékszállal, morzsával járul csak hozzá a dolgok újraformálásához. Itt valójában erős a bizánci hagyomány, a bizánci hagyomány pedig a 8. századtól egy megkövesedett ábrázolási rendszert jelent, vannak természetesen a keleti kereszténységnek is művészeti iskolái, ezeket a művészeti iskolákat többnyire igen szigorú szabályrendszerek működtetik, úgynevezett festőkönyvek jönnek létre, egy-egy kolostor közösségéhez tartozó keleti keresztény együttesben sajátságos és nagyon szigorú stílusok alakulnak ki, és ezek mind a mai napig egyébként élnek, és ez ugye a keleti kereszténységre is jellemző, statikus, mozdulatlan, nehezen formál, nehezen átalakuló gépezetét vagy építményét jelenti az egyházi művészetnek. Keleten, nyugaton pedig egy kicsit másképpen van, mozgalmasabb az élet mindennapi eseményére, jobban ügyel a kereszténység, néha nem tud teljes eréllyel ennek az ambíciójának elegét tenni, de az élet azért nagyon sok tekintetben jobban formálja a művészetet, vagyis az ember inkább belekerül, mint a keleti kereszténység alkotásaiba. És hát a múltkor én idéztem, mint egy ilyen ellenzéki protestet az Andrei Bublov alapját a rusz, tehát az egykori orosz birodalom területén, hogy nem lehet megváltoztatni a rendszereket, és ebbe a belenyugvás, ebbe a változtathatatlanságba való belenyugvás, ez úgy szólva egy kulturális stempli lesz a keleti kereszténységnek az aktái.
Tehát a nyugati kereszténység más. Amikor a Pietro Cavallini a Santa Maria in Trastevere templomban, ez a Tiberis másik oldalán van, ez a pesti oldalon, vagy a budai oldalon, bocsánat, a pesti oldalon, klasszikus Róma, a budai oldalon, Trastevere, bukolikus, gyönyörű vidék a tele kis szintekkel és kocsmákkal és templomokkal, és nagyon-nagyon hangulatos, szinte nem is hiszi el az ember, hogy egy európai metropolis kellős közepén van. De hát ott húzódik ez a Santa Maria Trastevere templom, ahol egy óriási, de már a 13. századból származó mozaik díszítés borítja a falakat. Hát, itt tulajdonképpen minden estét kitöltene egy ilyen főtemplom szobrászati vagy festői díszítésének a taglalása, de hát rohannunk kell, sietnünk kell. Mégis azt látjuk azonban, hogy itt a mozaikkal való bánásmód szépen és szabályosan idézi az 5.-6. századi ravennai gyakorlatot, ám de itt a Földön azért megjelennek furcsa jelenségek. Itt vannak bizonyos lilionszerű kórók, ami jár a szeplőtelen fogantatás eseményének. A kóróknak árnyéka van, a kórók levelei plasztikusan elágazó ágak, bogak, tagolt, szépen differenciált a fő, mindez apró kis mozaik szemcsék segítségével létrehozott díszítmény. Mária trónja valóságos építmény, és nem a klasszikus egyiptizáló frontalitás elven működik döntően, hanem van egy kis rálátás, a rálátásban megjelennek a párhuzamos kis élecskék, nincsen ugyan még lineáris perspektíva, nem rövidülésben rendeződnek a dolgok, de már egy új dimenzió körvonalai az illúzió segítségével megjelennek, és megjelennek talán emóciók is. Mária ártatlanságának, a váratlan üzenet vételének láttán érzett dolgok talán már ott vannak és működnek. Ugye az angyali üdvözlet jelenetéről van szó, és ugye hát a Szent Háromság jelzése, a szimbólumok nyelve természetesen ott van a képen, hiszen a mennyek világa, a Szentlélek galambja, és hát az arkangyalban az üzenet mindenképpen szimbolikus értékű üzenet. De nem szimbolikus, ami ugyanebben a templomban, ugyanennek az alkotónak a jóvoltából még látható élettel teli polgári jelenet, ha úgy tetszik, egy kerevet, ahol Szent Anna heverész, ugye Mária életének történeteiből van szó, Mária születése. És a Mária születése jelenet pontosan mutatja a büfét, mutatja azt, hogy milyen gyolcsokkal és egyebekkel próbálták a babát, mutatja az architektúrát is valamennyire, függőmintázatát és ilyesmiket. És hogy milyen óriási a fejlődés ezzel a festővel, ezzel a gondolkodásmóddal, vagy csak a következő alkalommal fogunk foglalkozni. Csak úgy szeretném most ebben a pillanatban is felidézni azt, hogy ami itt az 1430-as években, ugye Fra Angelico angyali üdvözlete, az Firenzében van a San Marco kolostornak a lépcsőházában, mielőtt még a cellákba mennénk, azelőtt találkozunk a lépcsőházban szemben ezzel a képpel, az angyali üdvözlet képpel, hogy az épület maga, az épület mögött feltáruló kert, a kert mintázata, a virágok, a ruhák, a redő, a rövidülések, ezen még különösen fogunk találkozni, mert ez olyan, mint a Szezám ecsetjéről került volna ide erre a helyre. Az érzelmek, a megrendülés, a váratlan üzenet, amit hát könyvelnie kell ennek a fiatal nőnek, mindenképpen hiteles ábrázolás. Térben van, plasztikus, nagyon-nagyon valószerű. És hát az oszlopot csak azért emeltem ki, vagy azért szeretném mutatni, mert látszik, hogy ez a mester, Fra Angelico, aki maga is barát, szerzetes volt, és ő volt ebben az 1430-as években a perjele a San Marco kolostornak, és ő
felajánlásképpen minden szerzetes társának a celláját kifestette, és ha netán valójuk elmenni a San Marco kolostorába, akkor ott minden cellába érdemes benézni, mert minden cellában más és más bibliai jelenet van a falakon, és meg fogunk majd ilyennel találkozni. De hát itt van, így a felülnézett perspektívából megmutatott, lehetőség szerint klasszikus és hiteles, illúziószerűen hűséges ábrázolása egy oszlop talancatának. Az árnyékolás, a fény, a dolgok módosulása, a perspektívikus látásban. Azt hiszem elég érdekesen és hitelesen van megörökítve. De nem tartunk itt még. Itt vannak a cellák, csak így mutatjuk. Ez a például a Cosimo Medici-nek, aki időskorában itt húzódott meg, és itt is halt meg, ugye a nagy Medici-ek, a legnagyobb Medici volt, a cellá, és ott a cellában, az egyik kis fülkében, az ezüstálka két oldalán, itt van egy perspektívikus rövidülésű fülkében ábrázolt Krisztus, ezt is a Frangelico csinálta, és hát a ne érincs engem történet ugyancsak egy cellában. Tehát 100 év alatt óriási dolgok történnek ebben a kultúrban, és akkor visszalépünk a Pietro Cavallinihoz. Az előbb látott mozaikok szerzője egy olyan mester, aki egyébként, ha nem csinálnak mozaikot, visszasüllyed az archaikus, szigorú, bizánci, statikus előadás kötelezettségei közé, és bizony a bizánci festőkönyvek szabálya szerint az árnyékolástól az alapozásig minden évszázados hagyományok szerint követ. Ezek távolképek. Vagy freskók, ugye a Pantokrátor ábrázolása Csimabújtól, ez már egy másik mester, még a bizánci ábrázolás hagyományait mutatja meg. Csimabue tulajdonképpen az első ember, ahogy a beharangozó szövegben is áll, aki először szétfeszítette a bizánci ábrázolás szigorú, stabil és érzelemmentes kötéseit, és fényt vitt és valóságot vitt a bizánci ábrázolás szigorú hagyományaiba. Nem ment ez egyszerűen, és rengeteg mű van, képek, szobrok, ezrei, amelyek az érési folyamatot hordozzák magukban, és én csak így tényleg a jéghegy csúcsát kapkodom ki, és próbálom érzékeltetni, mi is játszódik le. A Csimabue az 1260-as és 1300-as évek között dolgozik keresztre feszítése, ahol Mária és Szent János van két oldal, abszolút a bizánci, nagyon szigorúan elvont előadásmódban születik meg. De megint a modern művészet kísértése, van egy rendkívül érdekes analitikus angol művész a 18. század vége felé, a William Hogarth, az a neve William Hogarth, nagy pedagógus volt és szociológus volt, vitriolos iróniával ábrázolott társadalmi jelenetei vannak, és sok minden más. De van egy ilyen szépséganalízise is a William Hogarthnak. És ő a szépség egyik grafikus megjelenésének garanciáját például a Serpentine Line of Beauty-ban, a szépség kígyózó vonalában fedezi fel, és az idézeteként és az alátámasztásaként a 18. századi vakmerő modernista protest a William Hogarth, aki egyébként alkoholistákról és sok minden másról beszél, és habozás nélkül szól a kupleráról, meg a vagyonát elfecsérő fiatalemberről és ilyenekről, tehát ez már a felvilágosult 18. század. De nem által a szépségről spekulálni, és ezen közben hivatkozni ezekre a 13. századi kismesterekre, hogy a szépségnek valami alapvető, a dolgok leglényegét kifejező és a dolgok ott rejtőző gerincét sikerül megragadni ebben az esőnalban, és hát ez nekünk is kedves felismerés, mert hiszen a magyarországi köpenyes Madonna szobortípusnak tulajdonképpen esztétikai alapmondani valóját ez a szépségvonal, ez a kígyózó különös vonal, aminek a hátterében egy érdekesen kicsit túlzó módon feldolgozott kontraposztó van, tehát az antik szobrászat által
ugye feltalált és lelményesen használt kitámasztási technikája az embernek, hogy az egyik csipőjére támasztja magát, és a másik pihenőállásban van, de ez hatással van aztán a felső test mozdulataira is, tehát egy ilyen S-vonalat rajzol a gerinc. Hát itt vannak a bizánci hagyománynak kicsi részletei ebből a keresztrefeszítésből. És hát ez a típusú keresztrefeszítés még a forradalmárokat se hagyja békén, és az egyik legjelentősebb alapja ennek a 13.-14. századba forduló időszaknak, a szennyítás idejének és a nyelv felszabadítása idejének a Giotto di Bondone lesz, aki hát ugyancsak fest egy keresztet, és itt látják, ez 1310-es ez a kép, tehát van némi különbség, 50-60 év különbség az előbb látott és e között, és mit állapíthatunk meg? Az, hogy áttetsző az anyag, és nem valami abstrakció a vonal. Valóságos kell, mert valóságos redőket kell. Valóságos erek a valóságos inak között. Valóságos tért kalács, valóságos könyök és csukló, és valóságos érzelmeket kifejező, a haldokló ember kifejezését megörökítő arc. Nagy változás játszódik le. És nagy változások nyomára jutunk, hogyha itt ezt a Giotto életművet figyeljük, mert egyre inkább látjuk, és hát amit egy ilyen későbbi képen, és ez Münchenben van ez a keresztrefeszítés, egy későbbi képen itt láthatunk emóciókat, de én mindjárt az aréna kápolnába invitálom magukat, ami hát a Giottónak egy nagyon fontos hadszíntere lesz az Assisi Szent Ferenc templom után, és ott meglátjuk azt, hogy hogyan sikerül elérni azt, hogy az ember tulajdonképpen valószerűen kezdjen működni egy ilyen területen. Mondom, a Bizánc nagyon szívósan tartja magát, és Velencében, ez eltart a 15. századig is, tehát itt a velenceieket hívhatnám ide, akik a 1300-as évek közepén is még abszolút a bizánci stílusban dolgoznak. 1340-ben még aranyhátterű bizánci képek születnek meg, miközben Firenzében már el is tűnt az arany. Már kék az ég és madarak szállnak be. Igaz, az angyalokkal vegyesen, de hát azért kék az ég és felhők vannak rajta, és nem egy ilyen abstrakció a nemes és fenséges aranynal, amit látható. 1340 a Velencia. A Velenciano nevűek mindig a velenceieket jelenti. Velence egy nagyon, nagyon konzervatív közeg a művészet története szempontjából. Velence forradalmát majd a 15. század jelenti, kereskedelmi pozícióból, vadászati egyik pozícióból következően. De hát él masszívan az a bizánci szigorúság emléke, de a forradalom az valahol Assisiben kezdődik el, ahogyan az ideológiában is. Ez nagyjából érzékelhető, mert a Szent Ferenc kilépett az arisztokratikus egyházi rendekből, belépett ugyan a római keresztény katolikus anyaszent egyházba, de amit üzent és amit a vállalkozásával megvalósított, a szegények templomát, a mindenki keresztény egyházát, az egy új forradalmi alternatíva volt, és emellé igazán progresszív gondolkodású fiatal emberek csatlakoztak. Ez egy nagy gondolatot, hát amit itt látunk, ez a Szent Antal művek van, már így beszélnek erről, itt egyetlen autentikus dolog van, a felső kis templom, utána jön a búcsújáró házak és szállások és egyébként tömege, de hát itt van a felső templom, a Giotto és kortársa Pescullival. Ez az Assisi, ez a nagy próbatétel, Cimabue, az 1200-as évek végének mestere, még egy ilyen szimpla festőanyagoknak nincsen birtokában, igazán érzéki felületeket még nem tud előállítani. Nagyjából még kékek csak akadnának, de igazán robbanékony és elegáns színkombinációkat nem nagyon tud csinálni festőtechnikailag, és anyagellátást illetően szükségállapot van ekkoriban még. De javul a helyzet, és az utána következők már színesebb, fényesebb dolgokat fognak csinálni, és oda mennék inkább az utódokhoz,
azokhoz, akik a 90-es években kezdenek dolgozni Assisi-ben, és megkapják feladatul, ugye ez Giotto és köre azt jelenti, itt bombázhatnám magukat egy csomó névvel, ezek fel fognak tűnni azért, ez a Taddeo Gaddi, meg a Pietro Lorenzetti, Ambrogio Lorenzetti, tehát vannak itt nevek, emberek, fiatal emberek a Giotto-i Bondone körül, akiknek kiosztja a feladatot. Oldjuk meg ezt a kb. 400 négyzetméteres kis projektet, csinálják Szent Ferencről ábrázolásokat, és nekiállnak. És a reneszánsz, és most már nyugodtan kimerem ejteni a számon, hogy a proto-reneszánsz, a reneszánsz megelőző, a reneszánsz előkészítő időszak, legcsodálatosabb munkái jönnek itt létre, valamennyi Szent Ferenc csodatételeivel kapcsolatos, és hát itt gyönyörködik az ember az egyenként különösen megoldott architektúrákban, amelyek nagy pontosság igényel idézik talán az akkori toszkánai polgári életnek a fordulatait, de hát találkozunk arcokkal. Szent Ferenc álma, álmodik, az álmodó ember ábrázata. Egy nagy nagyítás érzékelteti, hogy itt már nincs a bizánci pepecselés és a 5 évig működni egy kicsi területen. Lendületes gesztusok vannak benne, érzelemmel megformált dolog. Pontosan tudja, hogy az emberi ajak az hogyan domborodik felül és hogyan domborodik alul. 50 évvel ezelőtt fogalma nem volt még a Nicolo Pisanónak, hogy a felső ajak az különbözik az alsó ajaktól. A megkülönböztetések tekintetében komolyan léptek előre ezek a fiatal emberek. Ugye ez a kép csak azért érdekes, mert ugye önmaguk megfestik nyilván a ferences atyák segítségével a ferences rend regulája elfogadtatását a pápával, és ez is szerepel Szent Ferenc megörökítésével. És megörökítik az egyháztörténet fordulatait is. Hát pontosan tudjuk, hogy a völgyben lent, a felső templommal, Szent Ferenc templomával jó kapcsolatban, de van a Klarisszáknak, Szent Klárának a kolostora, és ők nagyon jó kapcsolatban, egy női rend, és nagyon jó kapcsolatban vannak egymással. Nyilvánvaló, meg kell festeni Szent Klára halálát, fönt, ott a Szent Ferenc közegében, mert hiszen együtt akarnak mind a ketten. És nagyon nagyszerű jelenetek a Szent Ferenc csodatételeiről, a kulcsodáról, a stigmatizációról, a prédikációja a madaraknak, ezek a költészet történetében is mindenütt nyakon csíphető jelenetek. A legszebb történetek az ember és a természet együttműködéséről, a természetben megtestesülő teremtésről, és ezzel mintegy már utat is csinálunk a reneszánsz szemléletének, amely el tudja fogadni azt a skolasztikus igazságot, hogy a teremtés energiái, az isteni energia a természetben magába, és az emberbe és az ember dolgaiba beleköltözve dicsőítik magát a teremtést, és rehabilitálódik az ember alapja is azáltal, hogy világos lesz Krisztus emberként eltöltött közöttünk 30 évet. És ez az ember Krisztus, ez az Isten ember, ember Isten, ez minden tulajdonságában ember is volt. Nem is szólva arról, hogy Krisztus maga szövegekben beszélt arról, hogy ti én vagytok, én bennetek vagyok, ti én bennem vagytok, és egyáltalán erről a teljes alázat nélküli tiszta logikai igazságokon alapuló Krisztus ember egységről. Hát, a természet kapóra jön ezeknek az embereknek, és lám, itt van az a helyzet, még Assisiben fiatalok valamennyien kezdik a szakmát, de már van nevük, már egy-két szponzor azt mondja, hogy hát ők jöhetnek, ők nem fogják elrontani ezt a feladatot, és lecserélik az aranyeget. Látják, hogy milyen pompásan, még olyan volt, mint egy terepasztalon a hegyek, de már a hegyek tetején fák nőnek, és tagozódik a hegy, és a fáknak lombja van, és sok minden történik, ami egy különös természet közelséget jelent, természetesen a spekuláció mellett, amik hát ugye a képen belül vannak. Szent Ferenc megálmodja a templomát, a stigmatizáció kinagyítva, ugye Szent Ferenc megkapja Krisztus sebeit, és hát ugye élete végéig ő maga hordozza Krisztus stigmái. Tehát itt vannak a
Giotto, fiatal Giotto műveinek első alkotásait, amelyek megpróbálnak igazán valószínű és életszerű látványokat közvetíteni. Ugye Szent Ferenc élettörténeteiből jelentek, mint példázatok, amelyek előtt állva szép és részletgazdag meséket lehet mondani arról, hogy ugyanis történt mindaz, ami megesett itt nem is régen. És aztán most átmennék a később következő művébe, ugye Assisiből levonulnak, a Giotto és Bodegája, úgy hívták a művésztársaságot akkoriban, hogy Bodega, ez a műhelyt jelenti ma, inkább akadémiát mondanának, vagy egyetemet, vagy főiskolát. Tehát Giotto és társasága bevonul Enrico Scrovegni szárnyai alá, és ott három évig dolgoznak Pádovában, az Arena kápolnában, és itt az a kulcsjelenet, amikor Enrico Scrovegni, a gazdag pádovai polgár felajánlja a női szenteknek a kápolnát, ugye a női szentek között Mária a legfontosabb szereplő, és az Arena kápolna belülről ma már egy egész erő van körülötte, és interneten két héttel előtte kell bejelentkezni, és akkor időpontot kap az ember, és 10 percig lehet ott. Én még a magam idejében egy évenként mentem diákokkal Pádovába, és akkor fél napokat el tudtunk tölteni ott, és felosztottuk a képeket egymás között, és minden diák az egyik képről mesét, a másikról, remekül eltöltöttük az időt. Ma nézi a teremből az óráját, és ha 8 percig többet töltött az ember, akkor már kikuszakolj, de hát ez így van, a Sixtus Kápolna, így van manapság már a legtöbb ilyen felkapott helyen, ezért nincs más teendője az embernek, mint felfedez magának újakat, és biztosan állíthatom önöknek, hogy vannak újak és érdemes helyek, ahol érdemes bemenni, és akár egyedül is, de bármilyen fogok is mutatni ilyen, mert Pádovában van az Oratorio San Giorgio, a kutya nem megy oda, és olyan művek vannak, hogy a párától csöpögő Arena kápolnát ötször kell terveleni, ha szabad ezt a szót mondani. Na de onnan még messze vagyunk. Az Arena kápolnában Mária történetei és Krisztus történetei a külön falakon. Elég rossz állapotban az egész, amivel találkozunk, ez már a modern restauráló tudományoknak a jóvoltából érhető hozzá ilyen nagyon jó. És így össze-vissza mindenféle különösebb rendszer keresés nélkül mutatok egy pár képet, amelyekre mind ráismernek majd. Tehát hol a Krisztus történet végéről, hol a Mária történetből fogunk kapkodni. De a lényeg az, hogy az élet, az ember, a viselkedés, a mozgás, az anatómia, a kifejezések, az ember térben elhelyezkedése, az architektúra jellege, mind meg van érintve. Minden tekintetben próbál Giotto előrelépni a hagyományt, a szigorú bizánci örökséget átírni egy kicsit, rugalmassá tenni, jobban megformálni. Itt vannak ugye hát az Arena kápolna jelenetei, az utolsó vacsorák, egyenként és pontosan ábrázolt jellemek, Krisztus társasága, az apostolok, ugye itt van Krisztus alakja, érdekes, hogy nem középre helyezi, hogy a hagyomány középre helyez, hanem Júdás itt csókolva előttem. Tehát a jelenet, vagy a Mária történeteiből a megrendülés, hogy a Joákim is megtudja azt, hogy a lány az ki van szemelve arra, hogy az Isten fiát megszűrje, és a pásztorokkal osztja meg először a hírt, és kim van a szabad térben, birkák között, egy építménnyel, de áldozatot hoz, közben itten a birkák nem általnak egymással miaskodik. Tehát itt is ugye a fekete és a fehér, a jó és a rossz allegóriái szerepelnek. Átlanítatva ez a dolog a kereszténység általában ismert üzeneteivel, de ettől függetlenül azért nagyon-nagyon természetes ez a világ, és az arcok, a figurák, a figyelés, a gondolat teli
égni fogja a tűz, égbe megy a láng, nem, hogyan lesz, és teljes nyugalom és semleges biztonság, angyala, de ott van közben az új áldó keze is, lehet látni. Nagyon érdekes, ahogy például Giotto szembe találkozik abban a dilemmával, hogy hogyan lehetne a mondjuk óránként 50 kilométeres sebességgel égből földre szálló angyalokkal vizuális kapcsolatba kerülni. A rövid is a Doppler elv az hogyan érvényesül, hogy a mozgás közben, ugye a vision in motion, a mozgásban hogyan lehet látni. És hát ugye ezt így jól megoldja, mert az angyalnak a hátsó része az így elmosul. Nagy sebességgel halad. Hát a végképezőgépeink ezt tudják produkálni egyébként, hogyha rossz látjuk a szenzor. Na, de minden esetre nagyon életszerű a jelenet Mária történeteiből. Az angyali üdvözlet milyen kedvesen és egyszerűen zajlik. Az angyal csak úgy átszól a falon, hogy most akkor idő van. De hát az architektúra rövidüléssel, kis megfigyelésekkel, nagy pontosság igényel. Viszonylag festőinek tekinthető mű ez, ami azt jelenti, hogy sok színt használ, gazdagabb a behozatal, hozzáférnek már jó minőségű pigmentekhez, maguk is keresik, kutatják, egy üzemággá alakul át a festék kémia. Nem egyszerű dolog ez ekkoriban még, tulajdonképpen a műhelyeket nagyon meg is különbözteti egymástól az a gazdagságuk, ami a festékekkel való birtoklást jelent, hiszen vannak nagyon drága és nehezen hozzáférhető pigmentanyagok, egy-két szín, a kék és a bíborok például nehezen előállítható, vigyáznak rá, állami és biológiai alapanyagok keverednek itt, tengeri tetűtől kezdve a lápis lazuli minden szereplő tud lenni a festék kémiában. Ennek is egy nagy forradalma előtt állunk, de számunkra a legfontosabbak azért a jelenetek. Jön egy gyírosz csomag itt a kis ajtón, kell a gyermekágyasoknak táplálkozni. De van öröm is a jelenetben, aggódás is, és a Mária és Erzsébet történet egy kicsit összekeveredik ebben. Akkor Mária bemutatás a templomban, a apa elbúcsúzik a lányától, József és Mária esküvője, ugye ez pozamíció, ami aztán ettől a pillanattól kezdve minden valamire való festő számára nagyon komoly program lesz, és feladat lesz, fogunk még vele néhány változatban találkozni. De azt hiszem nagyon érdekes az, ahogyan az architektúrával válik a Giotto. Még minden egy kicsit egy spekulatív szerkesztet és keveset, de ott van már a valóságos térbeli elrendeződésnek néhány nyoma a felületen. Vagy itt van a Mária esküvője, tele van érzelmek. Gyönyörű, ott egy muzsikáló angyal, fiatalember, itt trombitálnak, és a trombiták eltűntek közben, alig látni őket. De a Mária és a barátnői megrendülten mennek be a templomba. Gyönyörű képek ezek, és hát ez van az aréna kápolnában. Az életnek, a mindennapi életnek, keresztény teológiától, vagy teológiai természetű konvencióktól függetlenül is értékes a mindennapi élet minőségére utaló jelenet itt látjuk a képeken. És hát ne felejtsük, ez az 1304-6 körüli időszakban születik meg, és bátran mondhatnánk itt, hogy a reneszánszról beszélünk. Addig azonban még nagyon sok minden fog történni. Nálunk itt Közép-Európában, Közép-Kelet-Európában kb. 100 évvel korábban vagyunk még ebben a pillanatban, tehát itt még a román kor dívik, és nincsen professzionális képzőművész, tulajdonképpen importjavakkal foglalkozunk, bizonyos szerzetesi művelyek maguk között elintézik a díszítő feladatokat. Tehát mondjuk a Jáki templom megszületése 1241, hogy a kis angyalkánk, ami ugyancsak előző
tehát ő jelzi, hogy a 13. század közepe más rendszeridő itt Kelet-Európában és más rendszeridő Nyugat-Európában, vagy hát Itáliában elsősorban. Vagy hát itt van ez a legendás jelenet, egyszer már találkoztunk el a Pizámokó voltából, becsön gyerekgyilkosság, Arina kápolnában. Itt már aránylag pontosan ülnek ki az arcokra az érzelmeket kifejező testjelek. Itt sikerül a sírás, a megrendülés, a bánat, a tragédia átérzése, az önkívület állapotait közvetíteni, mint ahogyan a kegyetlenségét is sikerül. Karikaturisztikusnak látszik egy picikét a megoldás, de a karikatúra az erős jellemábrázolás és karakterábrázolás jelent. Tehát aki rendelkezik az erős karakterábrázolás adományával, az egy ígéretes alkotó. Tehát életszerű, erős, kemény, a mindennapi ember megjelenéséről, környezetéről, a krisztusi keretek között, de feltétlenül hitelesen beszélő időszak az, és a Krisztus sírba tétele. Ez nagyon rossz felvétel, mert itt a sárgák valami oknákokat rettentően kiültek, és nem tudtam kompítani sehogy se ezeket a sárgákat. De minden esetre hát az angyalok és a maguk nagy sebességet kifejező test alkatai, azok így hemzsegnek a levegőjében, azok nagyon érdekesek, de az érzelmekkel feltétlenül tele van ez a kép. Hát ugye itt van egy megtévesztő az kifejezés, nem tudjuk igazából, hogy a sí vagy mellett. De azért nagyon igyekül az a társaságiskola. A Giotto körül kialakul egy nagyon népes és rendkívül tehetséges gyülekezet, és hát az Arena kápolna mellett ezen helyre mehetünk, és hát itten maradjunk Firenzébe, szaladjunk be a Santa Croce-ba, a ferenceseknek egy nagy firenzei temploma, érdemes ott körülnézni, tele van elképesztő, és már az emberi léptéket is megközelítő ábrázolásokkal, meg mindenféle mással is. És hát itt feltűnik a Taddeo Gaddi például, aki Assisi-ben is kollégája volt Giottónak, és feltűnnek sokan mások, akik hát a Giotto-féle hagyomány igen gazdagon, sok-sok szereplővel, még kiegyensúlyozottabban, még rossz ez a szó itt ezen a helyen, de még elegánsabban jeleníti meg, mint ahogyan a kis szertelen Arina kápolna beli, de hát viszonylag korai művek voltak, azok láttuk. Tehát jelentek a Szent Szűz életéből a Santa Croce-nak a baroncsai kápolnájában, amíg a Taddeo Gaddi már ez a képe, vagy a Bardi kápolnában a Mazzoli Banco, ugyancsak ennek a körnek egy alakja. Firenzében csuda érdekes elmenni a kisebb és a védekerekben fel sem tüntetett templomokba, mert abszolút elsőrangú, gyönyörűséges és hibátlan ábrázolásokba lehet ütközni. Hát mondjuk a Santa Croce az egy múzeum, de onnan nem zavarják ki az embert, tehát ott bőségesen lehet időzni, meg is éri Santa Croce-t. A Mazzoli Banco. Ja, a keresztény egyháznak a története is már programokban jelentkezik. És ugye a Szent Szilveszter pápa, második Szilveszter pápának a csodája. Sárkányok fenyegetik Róma városát, és a Szent Szilveszter elűzi a sárkányt, sárkány csodaként. Egész pontosan megjeleníti ezt a jelenetet, hogy a sárkány már itt leharapja különböző mártíroknak a fejét, keresztény mártírok persze, de hát a pápa közbeszól, és a sárkányból itt van egy kis darab, hát nem nagyon tudják elképzelni a sárkány, szegény Szent György alá és mindenféle vadlovakat szoktak tenni ebben az időben. A sárkányról nincsen igazán komoly képzete még, azon még dolgozni kell, hogy a sárkány rendes porhüvelyt kapjon. De minden esetben hát nagyon-nagyon sok szép dolog van. Kell szólni egy kicsit Firenzétől távolabbi területről.
a kolorizmusról, Szín, a gazdag város és a Simone Martini, akinek a lába belelóg a bizánci örökségbe, és kezdi a bizánci ikonok világával, az arany háttérrel, és látják, milyen késői kép, 1333-as angyali üdvözlet képe, és minél északabbra jövünk, annál inkább erős a bizánci velencei befolyás, konzervatív világ. De gazdag ez a világ, módja van a festői lehetőségeit tágítani, nagyszerű anyagokat tud találni, és az anatómiát tudja tanulmányozni. Igaz ugyan, hogy ez a kép, ez egy ikon, de hozzá hasonló, ez mondjuk az Ermitásban lévő két táblakép, tökéletesen ugyanolyan arcok, mint az előbb látott képen. Látszik, hogy ez nem egy bizánci arc, ez egy latin arc, ez egy jellegzetes, tiszta, minden felesleges vonásától ugyan megtisztított, ám de érzéki arc, és nem érzékfeletti, mint a bizánc. És ez a Simone Martini az az első olyan festő alak, aki nagyon határozottan, de már közösségi szolgálatba állt. Szín a város tanácsa, megbízást ad neki, alantas jellegű történet ez alapvetően, hogy a Midori csoda folyánónak az alakját, aki hát egy gondolt zsoldos vezér, egy giganti tulajdonképpen, de hát a város szolgálatában áll azért, hogy a szomszédos városok földjeiből valamennyit sikerüljön Színához csatolni, mert ezt a történetet minden felső itáliai város, meg gondolom alsó itáliai is eljátszotta, talán egy történet, nem aktuális, hogy mondjam, a következő alkalommal lesz aktuális, de mindenki járt talán már Velencében, és emlékeznek a Colleoni olasz szobrára, ugye a Andrea Verrocchio szobra, nagy szobra a San Giovanni e Paolo templom mellett, a Dózsi temploma mellett, a kis téren. Na most hát ez is egy ilyen condottiere volt, ez egy ilyen gonosz, pénzes zsoldos vezére, ilyen terminátor. Pádovától el kellett venni földeket, és megnéztem, és a Colleoni az kérte Velence város tanácsától, hogy ha ő sikeresen végbe viszi ezt a dolgot, üti az erszényét valamennyi kis pénzt, de ő még egy szobrot is szeretne magának, egy lovasszobrot a San Marco előtt. Na, ott a San Marco, ugye ez a szép bizánci templom a város központjában, a Dózsepalota mögött. Tehát az egy nagyszerű hely, szívta is a fogát a velencei város tanács, hogy hát azért, hogy ez itt most földet szerezzen, ott szégyenkezzünk a főtén, a San Marco előtt a Colleonival. Csak az egyik tanácsnak eszébe jutott, hogy hát emberek, a San Marcónak van egy iskolája, és ez nem itt van, hanem a város másik végén. Ott a Zanipolo mellett, a San Giovanni Paolo velencei Zanipolónak mondják, ott van egy tér, San Marco, Scuola di San Marco, az is San Marco, a Colleoni csak annyit mondott, hogy a San Marco előtt legyen a szobra, akkor vigyük oda, és az Andrea mester majd ott fog csinálni egy nagy szobrot, és így is lett, és ingerült lett a Colleoni, de hát a város tanács akarata érvényesült, sajnos hiatal borították a főtér projektből, és elvitték oda a szomszédba, és hát ma is ott látjuk a Colleoni rovasz szobrát. Na most hát ez is egy ilyen condottiere, az első polgári ábrázolások közé tartozik. Ez is a nyelv megváltozásának és a szemlélet átalakulásának egy jele. Nem csak szakrális témákkal kezdünk foglalkozni, hanem megjelenik a világi téma. Egy kicsit ilyen nuja képű condottiere, pompázatos lovakkal, ugye a Palio játékokon, Szénában mind a mai napig felfeltűnnek ezek a remek hadfelszerelések és zászlók és egyébként. Hát tulajdonképpen elég sematikusan van ábrázolva Szína környéke. Szína egyébként valóban egy ilyen etruszk alapokra épült város, mint az ötünkű kesztyű a hegyek tetején, nagyszerű város, és vissza fantasztikusan, ugye a színai Szent Katalin városa.
és hát ugye a környezete. De időzzünk egy kicsit ennél a képnél, mert megint az élet szeretete, a részletgazdagsága, kis dolgokban kerülik el a hanyagságot, igazsága, vagy vezérelve működik a Simone Martininál. A katonai tábor. Látjuk itt a hadtápot, itt látjuk, itt valószínűleg egy másik táborrész van, tele zászlókkal, amíg látszik, de sejtetve ábrázolt ez a dolog. Aztán ez a Simone Martini visszahúzódik Assisibe, az 1310-es években ott dolgozik, tehát ez a vidőség a folyán volt, az később, ez 28-as kép, Siénában van, ma is meg lehet nézni, még ma este egyszer vissza fogunk menni a Siénai városházába, mert ott lesz egy nagyon érdekes dolog, de a Simone Martini visszamegy Assisibe, és ott a Szent Mártonnak is fog festeni egy freskó ciklust, és jól lehet érzékelni, hogy a Giotto-féle kicsikét lapos és kevéssé kidolgozott és élvezetes, talán kicsit csupasz előadás fölöltözik. Megjelennek a nagy, színes és árnyalatokban gazdag felületek, festőanyagok is vannak. Nagyszerű anatómiai ismeretek rakódtak össze. És az élet is világosabb lesz, és derűsebb lesz. És a Szent Márton befogadásának pillanatában muzsikusok vannak. És játszanak korabeli hangszereken. A mindennapi élet megörökítve, gyönyörű és gazdag, frazeológiai szempontból kimunkált részletek vannak itt a felületek. Az életszerűség egyre inkább, egyre határozottabban jelenik meg. Giotto kortárs még, de Siénában dolgozik, és úgy is szokták mondani, hogy a koloristák nemzedékéhez tartozik Simone Martini, jelezve mintegy azt, hogy Velence és Firenze megkülönböztetésére majd két fogalmat fogunk használni, a grafikus előadást, vagy a kolorizmust. Kicsit lelassultam én, de nagyon sok a kép, és nagyon sok a mondani való. Hát itt most Simone Martinival rútul fogok bánni, de ugye a Szent Márton történetei, azok ilyen gazdag szép ábrázolásokban megjelenek, és egy ilyen kis részletnek azért adózzunk, mert látható, hogy a mester megpróbálja a különböző és nagyon nehezen ábrázolható rövidüléses testhelyzeteket is rögzíteni. Mi van a testrészekkel a rövidülnek? Több helyen is elő fognak majd ilyenek fordulni. A fél profilba forduló arc, amelyben látható a másik arcfélteke, arc berendezése, a szeme például, vagy itt is féloldalasan tartott fej. Vagy itt is a fej térbeállítva, mondjuk a klasszikai illúzió eszközeit is felvetve jelenik meg. Hát itt is ugye ezeket a papokat érdemes itt figyelni. Mi van akkor, hogyha a tar koponyát látom, meg lehagyja a fejét, felvillan-e az orrból valami, és ezt hogyan lehet megmutatni? Vagy itt egy kicsit felnézek, és akkor milyen ábrázolás, milyen fogásokat alkalmaz. Tehát a lehető legfontosabban leírni grafikusan is, meg festőben is követni a figurát. Tehát itt is ugye, egészen életszerű arcábrázolásokat látunk a Giotto korszakában végeredményben. Tehát nagy nehézségek árán, de eljutunk annak a következtetésnek a kimondásához, hogy valójában a tényleges, tapintható, szemléletű valóság leírásában rendkívül gyorsan, igen erőteljes lépéseket tettek itt Firenze környékén, Simone Martini. És azért sietek csak, mert ugye a városházába kerülünk megint, ahol a Simone Martini barátai, meg a Giotto-nak, a Giotto-i Bondoni-nek a barátai, aki ugyancsak dolgozott Assisiben még többször is, kapott egy megbízást az Ambrogio Lorenzetti, meg a Fiagro Lorenzetti testvérpár voltak, hogy fessék meg, és a politikai művészet első megjelenési formáit az újkori Európában a jó és a rossz kormányzás allegóriáját kellett megfestenie a Lorenzetti testvérpárnak.
Hát itt a jó kormányzás eredménye. Ez a második tanácsterem az emeleten, az első központi térben a Vidorics oda folyán, amit az előbb láttunk, az a kondott jel, a következő teremben vannak ezek a kormányzási allegóriák. És hát ugye a jó kormányzásnak a magyarázata, és akkor most itt a politika történet egy-két veretes megfogalmazása következhetne, ugye az igazságosság, az egyenlőség elve, az egyenlő teherviselés, ilyesmi, a nő és a férfi egyenjogúságával utalás, nem különben tedd meg a tehenedet reggel is, meg este is, mert véres lesz a tej. Ha hibázol, ember ne hibáz, akkor nem lehet itt baj a mindennapi életedben. Akkor működni fog a város, és hát itt most a működő városról látunk képet. Ennek a programnak aztán szívós utóélete van, és a pártközpontot azért látták itten. Ez a pártközpont, ugye, ami a Margit Pesti tőjében van, mert a Bernard Arél 1972-ben Kádár János 60. születésnapjára festette egy festőciklust a Népköztársaság rendben van, a munkás állam lényegében a címe, és hát nagyon érdekes, Bernard Arél festette ezt a dolgot, a posztimpresszionizmus minden ízét és zamatát belehelyezte ebben a műben, jó maszatosabb világet. De azért ebben a munkás államban, egy széttárt, combú kis munkás lány ebben a traktorféle szerkezetben kokettál a munkás fiúval, ez a háttérben van, és itt is inkább kokettálnak, szóval ez a munkahelyen belüli munkanélküliség megszüntetésére irányuló első kísérben, ugye itt a kokettálás jelenete részét. Ám de ebben a balsarokban maga Kádár János sakkozik egy ismeretlen sakkás személyiség, vagy mi nincs lenne. És azért, hogy figyeli némán a küzdelmet. Na most ezt az egészet csak azért vetítettem le, mert a jó és rossz kormányzás allegóriája az ideálképe ennek a proletkultos gondolkodásnak, tehát amit a modern kultúra ezerféle formában meg fog valósítani, ezeknek a programműveknek, amelyek igen gyakran politikai jelszavakat, ezért elveket próbálnak kifejteni vagy népszerűsíteni. Ezeket az előbb látott freskókat manapság nem igen mutogatják, egy diszkréten függönyökkel van ezzel, úgyhogy sok tévéközvetítést látunk, ami mögött hozzáértő nyugodtan ott látja a sakkozó Kádár Jánost. De minden esetben a jó kormányzás időszakában tejelnek a tehenek, dolgoznak a csizmadiák, táncolnak a lányok, az épületek hibátlanok, rendben vannak, ablakokból olykor kékkönyökkel külnek mindenféle emberek, integetnek a többieknek, tehát egy ilyen éjjel május elsője hangulatban a városban hibátlan minden, a működés tökéletes, jöhetnek vendégek, megnézhetnek bennünket, árulunk, minden olcsó és minden kapható. Tehát mindenre vonatkozóan van valami eligazítás, ez egy ilyen öntelt, nagyon, nagyon érdekes, optimista város rekonstrukció, vagy városkép. Hát nagy nagyításban itt kicsi részletei ennek a jó kormányzás allegória. Főrangú emberek látogatják meg a várost, de ezek derűsek, vidámak, kiegyensúlyozottak, nagyon jó helyük van itt. Vagy hát az architektúrát magát is lehet látni, az erkélyek fából készülnek. Itt is egy bölcserző, varga, a mesterek, a távoli vidéken pedig a szőlőben emberek dolgoznak, körültekintő és nagyon részletgazdag a dolog. Ám de hogyha ugye a rossz kormányzás pedig az ördöggel cimborál, a rossz kormányzás úgy kezdődik, hogy ha nem hajtod össze a nadrágod a teste, akkor bizony reggel nagy bajok is történhetnek, nem hajtottad össze a nadrágod, nem kap enni a tehén, ő elviszi a macska a baromt, és akkor ezt így lehet látni, és a, hát ugye a negatív erények, ha vannak ilyenek, nincsenek is, tehát az élet negatív oldalán álló különböző bűnöket megtestesítő figurák, allegóriák vannak, tehát egy ilyen érdekes didaktikus és
és nevelő szándékú protokoll, amit megvalósított a Lorenzo. És itt most rohanok, mert sok újat nem fogok mondani, talán a Paolo Lorenzetnek a keresztbe feszítéséből nagy-nagy vitákban két kis képet, ami hát a mesebeli lovacskákat és a lovasait ábrázolja. Nagyon gazdag és szép és finoman életszerű ábrázolások ezek, miközben hát ugye a keresztbe feszítés drámai úgy, ahogy van a Krisztus hídba tétele. És rohannék tovább, hogy eljussak egy megint érdekes kompozíció, most már a vége felé járunk, kompozícióhoz, amelyben a mindennapi élet újból, de a kereszténységnek valamiféle perspektívájából mutattatik meg. Nagyon rossz állapotban van ez a kép. Pizának a központjában, tehát ott, ahol van ez a templom együttes, mellette van egy épület, a Campo Santo, a szenteknek a csarnoka, és ennek az óriási nagy teremnek, ami hát a raktár és gyülekezeti terem a zarándokoknak, a végfalán van a Francesco Traininek egy festménye, és azért egy ilyen 19. századi képet vetítenék róla, mert ez korrekt. Ez nagyjából pontosan elmeséli azt, hogy mi van a felületen, a felület maga rendkívül megsérült, vagy sérülté vált, hiszen a raktári múlt az nem volt jó hatással rá. Arról van szó, hogy egy remek, jól öltözött városi társaság egy ilyen piknikre kilovagolnak a mesés tájban, ahol nincs hiba bájba, minden kiegyensúlyozott és embernek való. És találkozik ez a jó társaság három különböző fázisban oszladozó hullával. Itt a viszonylag kiismerhető, felismerhető, az nyilvánvalóan valamilyen főpap. A halálban való pusztulás fizikai képei, tulajdonképpen a horrorral való egyik ilyen első találkozás, hogy a pusztulás közben mi minden feltelmeken megy át az ember, és a kontraszt az érdekes igazán, hogy mindez egy az élet élvezetét, az élet szeretetét és a szeretetre berendezett világot is jelenti, nem csak az elmondást. Ez ilyen nagyon szép, egységes kompozíció, és hát néhány valódi részlet azért megmaradt belőle. Francesco Trainiról van tehát szó, az udvari kisasszony, és hát az előadásmódja, a grafikus eleganciája, azt hiszem nem követel kommentár. Milyen magabiztossággal, milyen gyönyörű rajzossággal kerül a felületre személy száj és szinte kaligrafikus egyértelműséggel és tisztasággal megformált alapok előtt. Még a Pincsi kutya is milyen találóan jellemző, de ugyanez van a többi alakkal is. A fiatalember terhelő szakállával, ruhájával, aranyhűtéses dolgaival, a szemével, hallatlanul elegáns, tiszta, magabiztos ábrázolás. Ez a Francesco Traini udvari ember, a solymász velük jön, hiszen kirándulnak, akad majd egy kis vadászat is, majd rákülünk valamit is állatra. Solymod, ez is ott van. És aztán a képnek a jobb oldalán pedig hát ilyen muzsikáló angyalokkal, egy abszolút tiszta, ilyen elíziumi hangulattal találkozik az ember. És az egész együtt egy ilyen integrált valóságkép, amelyben a szépség, dicsőség, elmúlás, groteszk részletek külön módon keverednek. Nagyon izgalmas mű ez. Aztán hát itt most már csak a perfekcióról szeretnék beszélni. Firenzében a Santa Maria Novella templomban vagyunk, annak a kolostor, és belépünk, és akkor ott már, bár még a 14. században vagyunk, de már globális kompozíciókat tudnak készíteni. Kilépünk a kis szobákból, a kis termekből, a kis lokális érdekeltségeinkből, és a nagy világ. Benne igaz, hogy a bennünket igazító szentek és a teremtő Isten adják meg a fülhangzatokat és az irányokat, de az ember kalandozik a levegőben, az égben, a tengereken, mindez olykor össze van kötve Krisztus csodatételeivel, de a diadalmas egyházat mindenképpen látjuk benne, és mindenképpen látjuk a dominikánus szerzeteseket, egyfelől, másfelől meg Aquinói Tamás,
megdicsőülni, és a kísérletükben pedig minuciózusan, pontosan, kedvesen és érzelmekkel teli ábrázolva női szenteket, csodatévőket, vértanúkat, táncoló hölgyeket a botanikus kertben, amelyben a mezők virágai nagy gazdagságban felsorolva különös élő, szép mozdulatokat látunk. Andrea de Firenzéről van szó, Firenzében a Santa Maria Novella templomból vagyunk. És akkor végül így az Oratorio de San Giorgio-ból szeretnék Padovából idézni képeket. Megnőnek a felületek, igazán nagyra való, nagy vonalú építészeti keretben helyezkednek el a jelenetek, a dolgok, és záróképnek ezt a két női szent áldozatot szeretném bemutatni. A Szent Katalinnak, ez az alexandriai Szent Katalinnak az áldozata, amivel majd fogunk találkozni egyébként Rómában, mert a Mazzolino da Panicale, aki egyébként Pécsen is ozorán dolgozott, ozorai Pippo meghívására, a Massacova csinálnak egy festményt alexandriai Szent Katalinról, egy kicsit később lesz. Tehát itt van az Andrea de Firenze jó voltából, itt meg a Szent Lucának a mártíriuma látható, akit hát forró vízben megfőzzek, és itt a tortúra kezdetén vagyunk, meghozták ruháitól, itt már forralják a vizet, itt pedig hát egy ilyen szöges kerékkel akarják szétmarcangolni Szent Katalin. Nem sikerült ez először, mert a szöges kerék az ő hitének elejétől fogva széttörik, és ebből a kerékkel nem tudják kivégezni, hogy ki másik megoldást talán a vízbe folytják. Az volt a célra vezetni. Minden esetre, hát a kompozíció maga, Assisitől 30-40 évre vagyunk, és látjuk, hogy az égei világon minden, amit a hagyományos természetű térábrázolás megkövetel az embertől, rövidülés, térlátás, színekkel való differenciálás, árnyékhatások, érzelmek kihelyezése az arcokra, csoportok együttműködése, az együttműködés jellegének meghatározása, a kommunikációs belső kapcsolatok érzékeltetése, mind megvannak. Úgyhogy a gazdagodásnak nyilvánvalóan ezeket az alapjait már nem kell lefektetnie a következő évszázad alkotóinak, és hát valóban a Quattrocentóban ki is robban Itália művészete, olyan értékeket fog teremteni, amelyeket túljutnak majd ezeken a szenzuális értelmű, érzéki értelmű felfedezéseken, és a világ érzéki, materiális természetét sikerül majd fölhelyezniük egy magasabb helyen lévő polcra, ahol a világ egyetemes integrált rendszerében ezek a földi, apró, avarszagú dolgok, ezek az isteni fényesség, a transzcendens világosság fényében fognak fürödni. És hát ez lesz a 15. század története, amiben a következő alkalommal is jelentünk bele. Köszönöm szépen a figyelmüket, Máris Tóth!